Helyettes úr, üdvözlet igazgató asszony, Vászváros képviselőtestetnek tagjai, völgyeink is megyünk, kedves vendégeink. Nagyon köszönöm, hogy ilyen szép szemmel eljöttek, nagyon fontos esemény ez számunkra, és ahogy vezetőigazgató úr mondta, szeretném, hogy a startra ne, mint időutazásra gondoljanak, legalábbis ne, ami múltbeli utazás jelent. Mi azt szeretnénk, hogy ránk múltbeli időutazásként tudnának gondolni. Napra pontosan 170 éve volt, hogy Magyarország első győzhontatású vasútvonalán megindult a forgalom. Ennek alkalmából jutunk most össze, hogy ezt megünnepeljük. Nem egy olyan nagyszabású esemény ez, mint a 20 évvel ezelőtt, hiszen a 150 éves évfordulón Göncz Árpád köztársasági elnök úr is tiszteletét tette, és egy háromnapos 13 ország együttműködésével létrejött vasúti jármű parádé is koronázta ezt az eseményt. Idén ilyen szerényebben ünnepünk, de nem szabad elfelejtenünk azt az áldozatos munkát, amit ebben a 170 évben vasutas kollégák megtettek azért, hogy az vasút a mai utas közönséget is ki tudja szolgálni. Vasút mindig is az érdeklődés középpontjában állt, én azt gondolom, hogy nem véletlenül, hiszen rengeteget adott a társadalomnak, azzal, hogy a utazási időt elrövidült, és minden esetben egy biztonságos közlekedési formát jelent, közelebb hozza az embereket egymáshoz. Magyarország első vasútvonal, ahogy említettük, nem egészen két év munkájaként a Magyar Középponti Vasútársaság üzemeltetésében indult meg, és ezt a jeles eseményt egyébként akkor József Nádor főherceg és felesége tisztelte meg, illetve avatta fel a vasutat, és ezen a oldalon olyan jeles személyek is utaztak, mint Kossuth Lajos. Én azt gondolom, hogy sokat változott azóta a vasút, nyilván azok a járművek teljesen más komforthúzattal rendelkeztek. Nem ezt szeretnék visszaadni, tehát a jelenlegi nosztalgia vonat azért egy ennél lényegesen modernebb, nálunk már nem bőrfüggönyök vannak, hogy az esőt és a szelet kintartsák. Ugyanakkor 100 éves vagy 100 évet meghaladó járművekről beszélünk, amelyeken azt gondolom, hogy méltán viselik a nosztalgia logóját, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy amiért a Kft. 1992-ben a MÁV megalakította, vagyis hogy a MÁV tulajdonában és a közlekedési múzeum tulajdonában lévő nosztalgikus járműveket használatban megőrizzük, ezt a küldetésünket teljesítsük. Én azt gondolom, hogy ez a szerelvény erre mindenképpen alkalmas, hogy önök is megtapasztalhassák, hogy milyen volt abban az időben egy nosztalgia utazás. A mai vonatunkat a egykori vonathoz hasonlóan egy bőzös fogja voltatni. Az akkori Pest névre hallgató bőzmozdony egy külön csoda volt, vagy legalábbis egy akkori jármű a fejlesztéseknek csodája. Sajnos ez már nem érhetően, úgyhogy a 424-es Bivaj lesz az, amely mai napon ezt a szerelvényt és a mögött a felsorakoztató nosztalgikus járműveket mutatni fogja. De bízom benne, hogy nagy örömükre fog ezt szolgálni. Vácváros támogatását nagyon köszönjük az eseményben, hiszen nélkülünk ez nem jöhetett volna létre ebben a formában. Én azt gondolom, hogy Vác való kisvárosa egy nagyon szép programot állított össze az utasunk számára. Igazi reformkori hangulattal, új zenekarral, utca színházzal vár minket, és hogyha velünk tartanak, és megtetszik önöknek Vác városa, akkor azt tudom ajánlani, hogy akár jövő héten is térjenek vissza, hiszen jövő héten kezdődik a Váci Vigalmak rendezvénysorozat, amely egy ingyenes rendezvénysorozat egyébként, és hatalmas tömeget van az évek óta. Nem tudom, hogy mennyien ismerik ezeket a szerelvényeket, de arra buzdítanám önöket, hogy járják körbe a vonatot, ismerkedjenek meg a kocsikkal. A kollégáim nagy örömmel fognak tájékoztatást adni mindegyik jármű múltjáról, jelenéről, reményeink szerint a jövőjéről is. És ha lehetőség van, akkor akár itt, akár Vácállomáson a gőzmozdonyt is vegyék szemügyek közelebbről is. Mozdonyvezetőink későbben fognak segíteni abban, hogy akár föl is menjenek a mozdonyra. Bízom benne, hogy annak ellenére, hogy említettem, szerényebben ünnepünk, mint ahogy 20 évvel ezelőtt a 150 éves ünnep alkalmával tettük, de ez a gőzfelhős ünnepi külön vonat
hangulatot fog adni önöknek, hogy kívánom, hogy kellemesen utazzanak.